Nálunk a, a foci volt ugye a, a család központi témája, bátyám is ö, focizott, szerintem túl korán abba hagyta ő is a labdarúgást, neki is tovább kellett volna fociznia, lehet, hogy nekem is, de ezen most már ö, kár filozofálni, minden esetre a, a gyerekkorunk nagyon nagy része azzal telt, hogy például a lakásban otthon is fociztunk, és hát ö, anyukám azért ennek nem mindig örült annyira, tehát emlékszem, hogy volt egy ö, hát egy ilyen törpe fenyő, ami gyakorlatilag folyamatosan magánviselte a nyomait annak, hogy mi a lakáson belül is focizunk, de tehát ez úgy gondolom, hogy abszolút meghatározta, és hát meghatározza az életünket a mai napig. Nagyon-nagyon sok mindent kaptam ettől a várostól. Én például nagyon sokat fociztam ezen a futballpályán. 20 éves koromig fociztam itt vásárhelyen. Készültünk egy meccsre. Tehát már a bemelegítés zajlott, és közben Orbos Ferenc, biztosan sokan ismerik, festette föl gyakorlatilag a pályavonalazását a traktoron ülve, ráadásul még. Én beíveltem a labdát, ő pedig a traktorról a hálóba fejelte a gólt. Ez egy olyan gól volt, amit, amit azt hiszem, hogy örökké emlékként és örökké kellemes emlékként fogunk emlegetni. Leginkább meccseket közvetítek, focit, kézilabdát, vízilabdát, nagyon-nagyon ritkán kosárlabdát, és hát ezt nem tudom másképp megoldani, csak úgy, hogyha Budapesten vagyok. Viszont a családomnak úgy gondolom, hogy sokkal jobb itt vásárhelyen. Nyugodtabban élhetnek, nyugodtabb körülmények között. Budapest más életstílust kíván, azt hiszem, mint hódmezővásárhely. A munka az mindenféleképpen odaköt, és valószínűleg a feleségem is talán a fönt Budapesten munkát magának, ő gyógytornászként dolgozik, de egyelőre, egyelőre ez, ez számunkra tökéletes megoldás. Ez egy élhető, egy nyugodt város, tehát és hát láthatóak a, a, fejlődés jelei. Nem véletlen az hogy, az, hogy én például nem szeretek két-három napnál többet Budapesten eltölteni. Ez a szülőhelyem nagyon-nagyon sok minden köt ide, és ameddig csak lehet szeretnék itt maradni, szóval vásárhely az otthonom.